estét kívánok, köszöntöm a hajránézőit! Minden idők legsikeresebb felnőtt világbajnokságában túl a magyar aerobik válogatott. A nemzeti csapat 3 ezüst és 2 bronzéremmel tért haza a bakui tornáról. A sikerből oroszlán részt vállaltak a Flex HD versenyző is. Vendégem Kovács Judit és Szőlősi Panna. Sziasztok, hölgyek, köszöntelek titeket! Köszönjük szépen! Hát mindenek előtt gratuláció a szenzációs történelmi sikerhez. Ugye Panni, te az érmekből 1 ezüstöt és 1 bronzot vállaltál itt csapatszinten. Néhány szóban vártál erre a kiváló eredményre? Tudjuk, hogy azért egy viszonylag viszontagságos év van mögöttetek. Igen, elég nehéz volt az előző év, és hát éremmel nem mertem számolni. Igazából, mivel ez egy kvalifikációs VB volt a jövőre megrendezendő világjátékokra, ezért szerintem a kvóta megszerzése volt számunkra az elsődleges. Igazából én érmekben nem is gondolkoztam, viszont az elődöntők után azért már reménykedtünk, hogy lesz itt 1-2, de mindenképpen nagyon pozitív és nagyon örömteli meglepetés volt ez az éremeső igazából. És edzői szempontból szintén meglepetés volt, vagy te azért így, Judit, bíztál benne, hogy a csajokban van egy kis extra? Abszolút meglepetés volt. Tehát ha valaki kiutazás előtt azt mondja nekünk, hogy ezek az eredmények születnek, gondolkodás nélkül aláírtuk volna. Ennyi felnőtt világbajnoki érmet a magyar delegáció még soha nem szerzett világbajnokságon. Az elődöntő után, mivel elég szorosra sikerült a verseny, és a lehető legminimálisabb pontszámbeli különbséggel maradtunk el például a sportaerobik csoporttal, a román vezető egységtől, nyilván megfordul ilyenkor az edző és a versenyző fejében is, hogy lehet ezen változtatni. A döntőben az eredmény maradt, ettől függetlenül mérhetetlenül boldogok és büszkék voltunk a csapatra. Ugye a csoportban te voltál az egyik tagja az ezüstérmet szerző együttesnek, és ahogy említette az edző is, minimális századokkal maradtatok le. Ilyenkor azért ez így csalódás egy picit, hogyha lehetek ilyen gonosz, mert ugye a legjobb eredmény az ezüst eddig a magyar csapat számára, viszont nagyon közel volt az arany. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy pillanatra azért nem futott át a fejünkbe, hogy meg lehetett volna, főleg azért, mert apró kis pontatlanságok azért maradtak a gyakorlatban, de aztán átbeszéltük a többiekkel is igazából, és rájöttünk, hogy ez így is hatalmas eredmény, és szerintem mi jobban örültünk végül a dobogón az ezüstéremnek, mint ahogy az aranyérmet szerző románok arcán láttuk. Tehát sikerült úgymond elfelejteni ezt a kis csalódottságot, és teljes szívvel örülni az ezüstéremnek. És akkor ugye hátra volt még az Aerodance, ahol meg bronzérmet szereztetek, és két csapattársad, ugye Ökrös Janka és Ruzicska Vanessa is ott volt. Azért gondolom, ilyenkor, mikor a csapatban ott van 8-ból 3 debreceni, azért egy külön pikantéria az, hogy a végén a dobogón ünnepelhettek. Igen, a válogatottban azért már tényleg nagy baráti, illetve családi a viszony, ha mondhatom, de amikor a 8 tagú Aerodance csapattal léphetünk a színpadra, és a lányokkal kiegészülve, akikkel ugye nap mint nap itthon együtt edzek, azért az egy plusz töltetet ad az egésznek, és önfelettebb vagy felszabadultabban állok oda én is. Tudjuk, hogy ez is ugye ez a világbajnokság is el lett tolva, csak úgy, mint a világjátékok, és a pandémia volt itt a fő, ami uralkodott itt az aerobik világában is. Milyen volt most a mezőny ennek fényében, és milyen volt az egész felkészülés, hiszen tudjuk, hogy azért nálatok is a vírus az járt, és pusztított, ha lehet így mondani. Igen, mint a világ minden pontján, nekünk is nagyon-nagyon nehéz helyzetünk volt. Hál' Istennek a rendeletek engedélyezték, hogy a versenyzők bejárhassanak, és a versenyre felkészülésüket folytathassák. Közben mi jártunk Budapestre is, hiszen Pécs, Óbuda és Debrecen adja a válogatottnak a magját. Lehetőségünk volt ezt a felkészülést maximális szinten végigvinni, és ezt tükrözik a VB eredményei is, ahol egyébként 22 ország versenyzői vehettek most részt. És hát ne feledkezzünk meg a juniorokról sem, akik szintén parádésan teljesítettek, és ugye az élmezőnyben végeztek. Picit néhány szóban az utánpótlásról, a junior eredményekről, mennyire volt várható ez a szép siker tőlük?
meglepetés eredmények születtek az utánpótlás korosztályban, mind a 15-17 éves junioroknál. Női egyéniben Görgény Ilona ezüstérmet szerzett, és az Aerodance csapat is bronzéremmel térhetett haza, és a 12-14 éves utánpótlás kettes korosztályban is, mind trióban, mind csoportban gyönyörű bronzérem született. Megmondom őszintén, hogy nem várt érmeket hoztak haza, és ráadásul négyet is a debreceni erőbokosok. És Panni, te pedig kiemelted, hogy azért a kvóta szerzés volt a legfontosabb a világjátékokra, és hát jól látni azt, hogy mind a négy kategóriában sikerült ezt kiharcolni. Ez összességében mekkora eredmény itt az aerobikot tekintve? Tudjuk, hogy ugye azért a sportág Európában és Ázsiában is szépen fejlődik, ti pedig ott vagytok az élmezőnyben. Ez, hogy megvan ez a négy kvóta, ez mennyire könnyebbség most már így a következő évet tekintve, ahol lesz ugye majd a verseny? Nagy kő esett le a szívünkről, azért ott volt nyilván ez a nyomás, hogy jó lenne megszerezni, vagy hát úgymond meg kell szerezni. Úgyhogy ilyen szempontból megkönnyebbültünk. Ugyanakkor szerintem egy nagy motiváció is, hogy most már megvan a helyünk, és kijutottunk a világjátékokra, ami ugye nekünk minden olimpiai sportág gyakorlatilag az olimpiánk, és ott is szeretnénk maximálisan teljesíteni, és még jobban előadni a gyakorlatainkat. Edzői szempontból ez a következő egy év, ez hogyan fog kinézni? Ugye az Amerikai Egyesült Államokban lesz a verseny, majd Birminghamben. Nyilván azért gondolom, hogy most már ez van a középpontban, így, hogy megvannak biztosan a kvóták. Természetesen, viszont nincs vége az évnek. A következő hétvégén pont a Flex HDS-e rendezésében kerül sor a magyar bajnokságra, ősszel pedig Pesaróban, Olaszországban vesz részt a teljes magyar válogatott. Évvégén pedig, mivel egy olimpiai ciklus lezárul, új szabályokkal indulunk neki az új évnek, tehát ennek megfelelően kezdjük majd a világjátékokra a felkészülést. Összességében egyébként a sportág az milyen úton jár most itt hazánkban? Azért egyre többet hallunk rólatok, nem csak a Flex HD-ról, hanem a magyar válogatott sikereiről is. Hogy látjátok, akár mint edző, akár pedig mint versenyző ezt a pályaévet, hogy merre tart most az aerobik? Én úgy gondolom, hogy egy felfelő ívelő szakasznak már közel a tetején jár jelenleg a magyar aerobik sportág. Ha visszamegyünk az időben, akkor 20-25 évvel ezelőtt voltak még annak idején a pécsi sasoknak közel hasonló eredményeik. Bízzunk benne, hogy a most fel növekvő generáció is hasonló sikereket tud majd elérni. Nemzetközi szinten a sportág helyzete nagyon nehéz. Ugye a Nagy Nemzetközi Torna Szövetségnek a kalapja alá tartozunk, mint nem olimpiai szakág. Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, azért nagyon-nagyon komoly lépéseket és sportdiplomáciai sikereket kellene elérni, hogy oda juthassunk az olimpiára. Viszont akár egy jó szerepléssel a világjátékokon, ez még egy lépcsővel akár lehet közelebb is. Panni, néhány szóban, ugye tudjuk, hogy az orvosira jársz, 5 éves vagy, és mégis ugye a sport is azért nagyon-nagyon fontos szelete az életednek. Most akár, hogyha a világjátékokat nézzük, és azt, hogy jövőre pedig ugye még államvizsgázni is kell, mik lehetnek a tervek? Hát az időbeosztást, azt nagyon előre el kell majd készítenem, illetve azt szeretném kiemelni, hogy nem csak én, de például az Ökrös Janka is egy nagyon nehéz egyetemre jár, mert ő a jogi egyetemen folytatja a tanulmányait, tehát mindannyiunknak elég nehéz a helyzete, de szerintem az összefüggésben áll, hogy ilyen magasan szinten tudjuk végezni a tanulmányainkat és a sportot, mert ugye amire a sport megnevelt kicsiként, hogy tényleg nagyon jól be kell osztani az időnket, és előre kell tervezni, azt teljesen be tudtuk építeni a tanulmányainkba is, illetve a Debreceni Egyetem szerintem nagyon jó partner ebben, mert létrehoztak egy mentorprogramot, aminek köszönhetően kicsit egyéniesítettebb tanrenddel folytathatjuk a tanulmányainkat, és így teljesen partnerként tudunk együttműködni az egyetemmel. Habár messze van még a világjátékok, valamilyen érem van-e már tervben? Mivel lennétek, mint edzők elégedettek? Én úgy gondolom, hogy képes ez a mostani delegáció arra, hogy a világbajnokságon elért sikereit megismételje. Ezen a világbajnokságon a négy versenyszámban 1-6 helyezett nemzetek
szerezhettek kvótát. Öten már úgy néz ki, hogy biztos résztvevők, a hatodik helyezett nemzet pedig szabad kártyával vagy részt vehet majd, vagy nem. Ez nagyon sok szabálytól függ még. Én úgy gondolom, hogy a magyar csapat képes ezeket az eredményeket megismételni, de nyilván nem titkolt szándékunk az is, hogy talán egy még fényesebb érem szülessen majd Birminghamben. Hát legyen így, kívánunk ehhez is sok sikert, és köszönjük, hogy itt voltatok ma. Mi is köszönjük. Kedves nézőnk, ennyi volt már a Hajrá, köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.